sokan gondolkodnak úgy most így a csapadékos tavasz és a meleg nyár után, hogy inkább egy rövidebb tenyész idejű kukoricával próbálkoznak. Öt fajta tulajdonos 43 fajtáját mutatta be kukoricából annak a szakmai napnak a keretében, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Szekszárdi Csapó Dániel Mezőgazdasági Iskola közösen rendezett. A gazdák ezáltal informálódhattak, hogy adott területen, adott időjárási körülmények között a különböző fajták milyen hozamot értek el. Egy nagyon megbízható, nagyon jó termékképességi anyag, aki ebbe a korai szegmensben gondolkodik, bátran nyúljon hozzá. És itt nem biztos, hogy csak arra érdemes gondolni, hogy fajtaváltás, hanem akár növényfajváltásra is gondolhatunk. Ugye most először vannak cirok fajták a fajta bemutatón, és ez nem véletlen, ugyanis a cirok sokkal jobban bírja az asztályos körülményeket, mint a kukorica. Aszályból pedig idén nyáron jutott bőven. Szekszárd környékén júliusban mindössze 8 mm csapadék esett. A július az az időszak, amikor a kukoricánál a szemtelítődés időszaka van, és pont itt volt ez a rendkívüli hőség és a csapadék szegény időjárás. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy itt Szekszárd Paks környéke rendkívüli módon kitett. A Tamási-Dombóvár környéke az jobban jár. A Csapó Dániel iskola szélesebb tudást biztosíthat diákjai számára azáltal, hogy részt vesz különböző fejlesztésekben, kutatásokban. Mezőgazdasági iskolaként ugye itt a térségben meghatározóak vagyunk. Az iskola nagyon szívesen részt vesz kísérletekben, és fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink is lássák azt, hogy hogyan kerül előállításra a vegyőben. A szakmai napon a gazdák az agroökológiai programról is többet megtudhattak.